2012, az utolsó profécia. Mi történik, ha igaza van az emberiség pusztulását 2012 végére megjövendőlő maja naptárnak? Valóban tűz hullik majd az égből és összerognak az épületek? Előfordulhat, hogy áradás törli el Washingtont a földszínéről, Los Angeles pedig belecsúszik a csendes óceánba. Egy szóval, valósággá válhat mindaz a rémálom, amit Hollywood a 2012 című, Juan Szuszack által fémjelzett filmben elénk vetít. A máják úgy gondolták, hogy a világon minden folyamat a keletkezést és a pusztulást is beelértve ciklusokban történik. Naptárukat ennek megfelelően öt nagy, egyenként mintegy 5200 évet felölő időszakra osztották, melyek fordulóján hitük szerint az addigi világ minden esetben elpusztul, és helyette egy teljesen új keletkezik. A jelenlegi ciklus 2012. december 21-én ér véget, ezért erre a napra sokan apokaliptikus eseményeket jövendőlnek. De vajon van-e más tudományos szempontból komolyan vehető jele is a közeledő világ végének az egyébként megdöbbentően pontos és precíz maja naptáron kívül? Valóban igaz a hír, mely szerint a kutatók 2003-ban rábukkantak valamire, ami megerősíti az összeomlás elmélet híveinek rettegését. A lebilincselő dokumentumfilmben a neves tudós, Adam Malouf egy izgalmas, három kontinensre kiterjedő nyomozásra hívja a nézőket a fenti korán sem érdektelen kérdések tisztázása érdekében. Az utolsó, a hetedik jövendőlés. Leírja azt a hatalmas pillanatot, amikor 2012. december 22-én a Földünk elhagyja a világegyetemi, kozmikus, éjjelt és belép a világegyetemi, kozmikus, hajnalba és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza Földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni. Ez maga már a hónapkó új erőnye, és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait, génláncokat, működésbe hozza két újabb örökletes egységgel, génlánccal, és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új ember, a világegyetemi, kozmikus, ember a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel, civilizációval, egy újabb 25.920 éves naputtal. Nem lesz szüksége emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer, politikai központ irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység. Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a Földön. Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hívés fogalmában és a Szent Háromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a világegyetemi, galaktikai, alkotó ember-ember lesz. Visszaáll az ősi magiár maia káldeusi papok által tanított világegyetemi vallás az ősi papi rendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65. ös örökletes egységi, génlánci rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is. Itt Mexicóban az első főpapiltár ezelőtt 13.000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a máiák nagy 25.920 éves korszakának a fél idejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a Földön élő emberiséget a naprendszerünk körpályája világegyetemi éjjelén. A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rendez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához. És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt. A hosszú kutató utamon találkozta még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek, mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem. A cél, a munka megvan, csak idő és erőny hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a hónapkó azon kevés erőnyének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából. Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz. Ne felejtsd el szegény magyart! Nem a jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy már egyedül áll fenn, mint annak a régi nagypapai rendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott. Nem hagyta el felettetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is, de bennünk él.
Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben. Ébredj magyar mély álmodból.